A tabella 9. helyén kezdte a tavaszi szezont a Spari azzal a céllal, hogy jelentősen előre lépjen a bajnokság végére. Az első 8 fordulóban gyűjtögette is a pontokat a csapat, a márciusi válogatott szünet előtt az 5. helyen állt a Nyíregyháza. A hátralévő 10 meccsen viszont már csak egyszer győzött Feszkó Tamás együttese, amely így záráskor negatív mérleggel és negatív gólkülönbséggel a 10. helyet foglalt el a táblázaton. A bajnokság első felében azokkal a csapatokkal találkoztunk túlnyomó részt, akik a feljutásért küzdöttek. Ugye tényleg a két legjobb mérkőzésünk pont a Diósgyőr és a Kecskemét ellen volt. A második részben pedig azok a csapatokkal találkoztunk, akik inkább a bemaradásért küzdöttek, akik ugye inkább mélyen védekeztek. És sajnos a játékos állományban nem voltak olyan kreatív játékosok, akik a mélyen tömörülő védekező csapatokat fel tudják törni. Ha pedig feltörtük őket, akkor ezek a helyzetek rendszerint kimaradtak. Úgyhogy még azok a csapatok, akik a élbolyhoz tartoztak, azért ellenük többször azért középső zónában védekeztünk, és a bal kontrával alakítottunk a helyzeteket. Tehát ez nagyon befolyásolta az eredményességünket. Az NB1-be a Vasas és a Kecskemét jutott fel, a Szolnok, a Budaörs és a 3. kerületi TV-je pedig kiesett az NB2-ből. A Sparinál marad a szakmai stáb, 8 játékosnak viszont lejárt a szerződése. Velük tárgyal a folytatásról a klub, amelynek vezetése meg akarja erősíteni a keretet. 3 típusú játékost keresünk, ugye kimondottam mind posztokra. Hát nagyon fontos, hogy legyenek olyan fiatal játékosaink, akikben van tűz, van motiváció és el akarnak még érni valamit, és a pályafutásuk elején járnak, és szükségük van egy olyan csapatra, ahol komoly célok vannak. Kellenek azok a rutinos játékosok, akire a fiatalok fel tudnak nézni, tehát akik már több NB1-es mérkőzéssel rendelkeznek, és igen, és ki kell mondani, 30 felett vannak, de tudnak még segíteni. Ez több okból is fontosak, mert vannak olyan mérkőzésnek olyan időpontja, amikor lehet, hogy pont ők tudják kihúzni a csapat szekerét a gödörből, valamint a fiatal játékosok tudnak tőlük tanulni mind edzésen, mind mérkőzéseken, tehát testközelből látják azt, hogy milyen egy harcedzett játékos, valamint az a 25-29 közti korosztály is nagyon fontos lenne, ami kevés volt az öltözőben, hiszen minden csapatnak a gerincét ezek a játékosok adják, és meghatározónak kell lenni, akikre lehet építeni. A Spari játékosai a szabadság után június 20-án találkoznak. A következő idényben is marad a 3-laki élet, azaz a Volán pálya és az Örökösföldi pálya lesz a felkészülés helyszíne, hazai meccseit pedig továbbra is idegenben játsza majd a csapat.